Az elnökség 7 napi rendet tárgyalt, többek között a tagfelvétellel kapcsolatban, valamint javaslatot tettek kitüntető díj alapítására. Falu és Tanyagondnokok Tolnamegyei Egyesülete az jelen pillanatban 75 működő szolgálatot tud a megyében. Ebből több mint 50 tagsággal rendelkezünk, több mint 50 fős tagsággal rendelkezünk. Természetesen az a cél, hogy a 100%-ot elérjük a tagság vonatkozásában. Ez egyesület 2000-ben alakult, hosszú-hosszú évekig a Pál Gyula zombai tanyagondnok vezette az egyesületet. Az egyesület munkásságát nagyrészt ő fémjelzi. A Gyula egy pár éve nyugdíjba vonult, és én gyakorlatilag napra pontosan ezen a napon egy évvel ezelőtt választott meg a tagsága, illetve kért fel az elnöki tisztségnek a betöltésére. Ami alapvetően az egyesület célkitűzését tekinti, illetve mutatja, az az, hogy összefogjuk a szolgálatokat, szeretnénk tudni azt, hogy mennyire végzik szabályosan a feladatokat a falugondnokok. Nagy szerepet vállal a továbbképzések tekintetében, illetve mindenféle munkát, szolgálatot érintő problémának megoldásában kívánunk természetesen közreműködni és megoldás segítséget nyújtani. A Tolna megyében lévő falu és tanyagondnokok nagy része tartozik az egyesület tagságába, de testvér, illetve szakmai kapcsolatokat ápolunk az országban lévő valamennyi szolgálattal, ugye itt főként a Duna-Tisza közé egyesületet, a Győr-Mosoni egyesületet kell megemlíteni, de nagyon biztató az is az a szándék, hogy például Fejér megyében is úgy néz ki, hogy az idejében el tud indulni a Fejér megyei egyesület is. Azért tartottam nagyon fontosnak, hogy összehívjam a megyében működő szolgálatokat, mert eljutott arra szintre az egyesület, hogy képes arra, hogy egy kitüntető díjat alapítson. Szeretnénk a megyében működő szolgálatokat, kiemelten azokat a szolgálatokat elismerni, akik már több évtizede tevékenykednek, illetve kiemelt munkákat végeznek. Ez egy pénzjutalommal járó kitüntetés lenne. A 2023-as pénzügyi mérlegről is döntöttek, e tekintetben az egyesület 400.061 forinttal kezdte a tavalyi évet, amiben szerepel a 150.000 forint értékű szakmai fórum megtartása. Az informatikai, valamint a működési költségek viselése mellett 874.874 forinttal zárta az esztendőt. Egy nyertes pályázatot is tud magának az egyesület, ami kifejezetten egy szakmai napnak a megvalósítását finanszírozza, és hát vannak biztató egyéb eredmények. 24-es évben már megtudtuk, hogy az új NEÁS pályázaton 400.000 forint működési támogatáshoz jut az egyesület, úgyhogy gyakorlatilag a 24-es évünk az már ennek a tudatában jól néz ki. Az egyesület elfogadta Várdomb, Tunaföldvár, valamint Pörböly falugondonokainak tagfelvételi kérelmét, így a létszám 58 főre emelkedett. Ami még nagyon fontos, hogy ugye a szolgálatok működésében dolgozó falugondokoknak kötelezően előírt továbbképzések körvonalazódnak. Ugye itt 5 év alatt 60 kreditpontot kell összegyűjtsenek a kollégák, és ezeknek a továbbképzéseknek az ütemezését, a volumenét, az, hogy milyen fajta képzéseket szervezzünk, ezt is ma szeretnénk egyeztetni, illetve ma fogjuk leegyeztetni, és annak tudatában fogunk ezzel kapcsolatban, hát várhatóan szeptember-októberre továbbképzést tartani. Biztonsági alapot kívánnak létrehozni, amely egy likviditási biztosítékként működő tartalék, valamint védelmi szerep betöltésére szolgál abban az esetben, ha valamely falu, illetve tanyagondnok szükséghelyzetbe kerül, vagy szolgálati tevékenysége során egészségkárosodást szenved el. A közgyűlés a napirendi pontokat egyhangulag megszavazta és az előterjesztéseket elfogadta.